We had a very good flight. It's very important for me. I don't fly, so I like to fly. But now we are here. We are happy to be here. We have a good situation now. We have a player back in our team. Tehát mindenek előtt egy jó repülésen vagyunk túl. Nem szeretek nagyon repülni, úgyhogy ez fontos volt. Van néhány játékos, akivel újfent számolhatunk, és összességében elmondhatom, hogy nagyjából rendben van a csapat. Gergely Zoltán, he's a very important player for us. He's back now. Zoltán, Gera Zoltán nagyon fontos játékos a válogatottnak, aki most visszatérhet. But it will be a very difficult game today or tomorrow. It will be very difficult because Northern Ireland play very well in the last games. Biztos, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz holnap este, hiszen Észak-Írország nagyon jól játszik az elmúlt mérkőzéseken. They're on the top now in the table. They won 5 games, lost only one game and one draw. 5 mérkőzést megnyertek, egy győzelem mellett egy döntetlen értek el. They have a very good score in front of the team. Lafferty scored 6 goals. He's number 2 in Europe with some other players. Lafferty, ugye, aki a legeredményesebb játékosuk, 6 gólig jutott, ezzel most a második legeredményesebb a selejtező csoportban. And we have to take care of him. Mindenképpen vigyáznunk erre. But also we had made a good game against Romania for 2 days. Másrésztről viszont mi is jó meccset játszottunk Románia ellen. And we are prepared for this game tomorrow. Felkészülünk és felkészültünk erre a holnapi mérkőzésre. And we want to take some points from here, this is definitely. És szeretnénk pontot vagy pontokat elvinni. We have a good chance at the moment because we're only 2 points behind Romania and 4 points Northern Ireland. We know it's a difficult game. Northern Ireland doing very well. They're winning games. They're so strong in the set pieces. We know that. So we want to be ready for corners, free kicks, and but we're in a good shape. We're not conceding too many goals, so we're looking forward to this game. Elmondható, hogy mi sem vagyunk rossz helyzetben, hiszen ugye 4 ponttal vagyunk Észak-Írország és 3 ponttal Románia mögött. Az északír csapat egy nagyon jó csapat, főleg ugye rögzített helyzetekből nagyon eredményesek, úgyhogy erre majd biztosan oda kell figyeljünk. Defense, we have to play more tomorrow when we want to score. It's right. And I think tomorrow we will have more possibility also to play together. And the space was not very, very big in our stadium. And Romania is a very, very good team. It's number 7 in the world. And it was very difficult for us with all the difficulties before the game. But I think tomorrow we will see another team. Kérdés ugye az volt, hogy a román mérkőzésből levont tapasztalatok alapján mennyire számíthatunk majd így másfajta látványosabb vagy hatékonyabb támadó játékra. Kapitány úr erre azt válaszolta, hogy nyilván ez egy más mérkőzés lesz. Talán ezen a mérkőzésen majd több esély lesz arra, hogy játsszuk a futballt, hiszen Románia nagyon ránk jött, mégiscsak a FIFA 7. csapatról van szó, akik kevésbé engedtek helyet a támadásoknak. Reményeink szerint erre az északi csapat ellen majd több lehetőség lesz. How is your level now of energy? Ennyi időskorban már jó 1-2 hét szünet, úgyhogy biztos, hogy friss leszek, nem lesz vele probléma. At my age it's really useful to have some break. Úgyhogy várom a mérkőzés, rendben vagyok. Kezed? Kezem az egy hónapja semmi, be van kötve, hogy ne legyen rosszabb, semmi különös. I'm okay, I'm waiting for the game and I have nothing special with my hand, I just have some fix some.